Júliusban kezdődött a munka, és szeptember közepére elkészül a Vámbéri Ármin Gimnázium sportpályájának felújítása. A fejlesztésre nagy szükség volt, mert a középiskola sportpályáját évek óta nem tudták kihasználni a tornaórákon. A beruházás során kialakított multifunkciós pálya több sportra is alkalmas lesz. Két részletben teljes mértékben megújul a sportpálya, amely a külső futópályából áll, és műfüves pályából. A műfüves pályát kihasználhatják a diákok kézilabdára, futballra és röplabdára, és a második szakasz pedig 2022. januárja után, tehát a következő év nyarára, tavaszára tervezzük, akkor pedig kosárlabdapálya és teniszpálya épül. A sportpályákat más iskolák diákjai is igénybe vehetik, és a nyilvánosság is kihasználhatja. A 250 ezer eurós beruházást az iskola fenntartója, a Nagyszombat megyei önkormányzat finanszírozza. Ugyancsak Nagyszombat megye fedezi a Ladislav Dúbrava szlován gimnázium tornatermének építési költségeit, amely az iskola udvarán kap helyet. Doteraz, bohužiaľ, sa musíme spoliehať na telocviču na základnej škole Smetanov High. O túto telocviču sa vlastne delíme tri školy. Naše gymnázium, Maďarské súkromné gymnázium a základná škola Smetanov High. To znamená, že hodín telesnej výchovy v telocvične je málo. Telocvične je aj teraz na základnej škole veľmi zastaralá a samozrejme kapacite nestačí pre tieto tri školy. Máme ďalší problém, žiaci sa musia presúvať, viete, z našej budovy do budovy oproti, či prší, či sneží za dobrého, či zlého počasia. Nemôžu sa ani umyť, nemôžu sa osprchovať, nemajú žiadne sociálne zariadenia, čo sa tohto týka. A gimnázium a tornatermet sportszakkörökre és egyéb iskolai tevékenységekre is szeretné kihasználni. A kivitelezést végző cég kiválasztására irányuló nyilvános versenypályázat már lezajlott, az építési engedély is megvan. A beruházás hamarosan elkezdődik, és várhatóan egy év múlva készül el az új tornaterem.